figyel, kivasalt lesz minden gyűrötünk, régen elhervadt virág, mint egy frissen szedett új. Holnap reggel a hadsereg, mit rám engedtél, már teljes visszavonulót fúj. De holnap reggel úgy teszünk, mint az ártatlanok, tegnap még harcban álltunk, ezért ha nálad vagyok. Kérlek, vedd el, amit még átadhatok, mert könnyen elsodorhatnak az áramlatok. Csettintésre paplan alatt pihen, a hűvös világ vége hangulat. Holnap reggel már fehér zászlót lenget, minden győztesnek hit alakulat. De holnap reggel úgy teszünk, mint az ártatlanok, tegnap még harcban álltunk, ezért ha nálad vagyok. Kérlek, vedd el, amit még átadhatok, mert könnyen elsodorhatnak az áramlatok. Holnap reggel úgy teszünk, mint az ártatlanok. Vendégünk Mező Misi és Lesták Marci, sziasztok! Sziasztok! Hello, hello! Először is boldog új évet! Jó a boldog új év? Boldoguljatok ti is úgy, ahogy tudtok, igen. Mi is igyekszünk boldogulni. Hogyan teltek az ünnepek? Meséljetek egy kicsit. Hú, hát nekem mozgalmas volt, ilyenkor mindig ketté szakadunk, Fehérváron vagyunk, vagy pedig itt Budapesten, vagy van, ahogy dobozra megyünk édesapámhoz, úgyhogy most erről szól, már egy 9 éve, mióta megszületett Nimród fiam, és azóta még a másik két gyönyörű gyermekem is, Bíbor és Boróka, úgyhogy mozgalmas volt. És nálatok, Marci? Fú, hát nem nagyon szeretnék bemenni egy ilyen bonyolult családi melodrámába, de kicsit szétszórt család nálunk is, és mire végigjárunk mindenkit, addigra új év van, tehát kicsit húsvét van. De amúgy jól tett, persze, rendben volt. December 22-én volt egy nagyszabású koncertetek a Műpában, amire nagyon készültetek, ez hogy sikerült? Fú, nagyon jól. A koncert címe az volt, hogy ünnep értelemszerűen karácsony előtt. Mi nagyon-nagyon szeretjük ezt a fajta koncertet, ilyen félig meddig szimfonikus, akusztikus. Egy vonós négyessel egészültünk ki, és ezt a vonalat egyébként idén is szeretnénk továbbvinni. Nőnap alkalmával majd egy ugyanilyen koncertet fogunk adni az Erzsébet-ligeti színházba, vagy június 30-án talán, vagy júli, nekem júli vagy júni, ez pedig az egyik nagyszabású koncertünk lesz itt Budapesten, az pedig a Margit-sziget szabadtéri színpadon lesz, ahol régi álmunk valósul meg, mivel hogy karácsony James János is velünk lesz a színpadon, alig várjuk már. Tervek vannak bőven, aminek mi nagyon örülünk, de egy kicsit ugorjunk vissza az időben. Ugye volt ez a karácsonyi koncert, és utána pedig jött a szilveszter, amikor szintén nagyon örülhettek a rajongók, ugyanis akkor kijött a Holnap reggel, ami egy ilyen nagyon érdekes címválasztás, főleg, hogyha szilveszterre gondolunk, direkt ez lett a dalnak a címe, és pontosan így időzítettétek, vagy ez egy tökéletes véletlen? Őszinték legyünk? Csak is őszinték. Hát akkora készült el a videóklip. Ezt szeretjük. Ennyi, ilyen prózai oka van. Ugyanis ez is, hát hála az NK-nak megvalósulhatott ez a klip, és hát tavaly kellett volna ezt a klipet megcsinálni, de a pandémia elég rendesen rányomta nem csak a mi életünkre a bélyegét, hanem más zenész vagy zenekar életére is, és most valahogy úgy jött ki, hogy most készült el, és ha már így elkéstünk vele, akkor szerettük volna ilyen stílszerűen 31-én közé. De jól jött ki végül is. Igen. Igen, említettétek a pandémiát, ami ugye már eléggé megnehezítette az elmúlt időszakot. Hogyan értékelnétek az elmúlt évet? Általában két véglet szokott lenni, vannak, akik alig várták, hogy vége legyen. Ez de én vannak... vagyok. Igen. De vannak, akik rengeteg pozitív élménnyel gazdagodtak. Marci, ti hogy vagytok ezzel? Újabb melodráma indul. Hát vegyes, én ugye a Honvédsénél dolgozom, tehát abból a szempontból nem volt túl kellemes, mert olyan dolgokat kellett csinálnom, amit egyébként magamtól nem csinálnék. Ennyit erről. A zenekarra kapcsolatban meg igazából kicsit olyan
tehát abból a szempontból nem jött ki jól, hogy pont akkor lett kész. Tehát nagyon sok zenekarnak kapóra jött idézőjelbe ez, hogy, hogy pandémia van, oké, menjünk be a stúdióba, vegyünk fel mindent, amit tudunk. Nekünk meg pont évelejére lett kész az új album, és emiatt úgy álltunk a turné helyett, és akkor gondolkodtunk, hogy hogyan legyen tovább. Mési, neked mennyire volt melodramatikus? Hát figyelj, én bevallom férfésen az elején, természetesen én is hőzöngtem és idegeskedtem, aztán rájöttem arra, hogy amire nincs ráhatásom, azt hiába építem be az életembe, mint idegeskedésem előre nem fog vinni. Úgyhogy próbáltam leszűrni azt, hogy mit ad nekem ez a helyzet. Hát azt adta, hogy sokkal több időm volt a családomra, olyan dolgokat tudtam megcsinálni, amit azelőtt nem, mert éjjel-nappal úton voltunk, úgyhogy én ezeket a pozitívumokat éltem meg, és hát az ember alig vártam, hogy végre ugyanazt tudja csinálni, amit már 23 éve csinál, idén 23 éves a zenekar, úgyhogy reméljük, hogy ez az év már jobb lesz nekünk is, jobb lesz a közönségnek is, mert látjuk és halljuk a visszajelzésbe, hogy nekik is hihetetlenül hiányzik az a fajta muzsika, amit egy-egy zenekartól megkapnak. Biztos, hogy jobb lesz ez az év, ezt ugye mindenhol olvashatjuk, úgyhogy megerősítelek titeket, és jó, hogy mondtad, Mis, hogy ugye 23 éves a zenekar, szóval vészesen közeleg, igen, hát öregszetek ti is, szóval vészesen közeleg a 25. születésnap, és hát titeket úgy ismerünk, hogy nagyon-nagyon szerettek ilyen jeles alkalmakra készülni, ugye a nőnapot már említetted, a nyári koncertet is említetted, esetleg a 25. születésnapra már vannak ötletek? Nagyon jó, hogy mondod, látod, ki ismeri az ember. Nem, az a helyzet, hogy a Magna Cum Laude zenekar immáron 23 éve úgy működik, hogy mindent szeret az utolsó pillanatra hagyni, és elég rendesen a végén megszívjuk munkával. De jó, hogy mondod, mert akkor már most idén elkezdünk dolgozni a 25 éves koncertünkön. Vannak tervek. Los Angeles alsó. Los Angeles felső és New York alsóban lesz ez a két koncert. Nem, hát tudod, mikor az ember elér már egy szintet, akkor ott már vakarja a fejét, hogy mit lehetne kitalálni, valami újat, mert mindenki lett már találva, már hokizó fókákat behoznak, érted, a színpadra már minden. Nem tudjuk, addig még van két év, három év, hogy mi lesz, hogy lesz. Valószínű, hogy lesznek új dalok is, de hogyha valamivel föl szeretnénk spékálni, az mindenféleképpen valami vizuális történet is, és természetesen vendégek. Titeket ismerve biztos, hogy jó lesz. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Köszönjük, hogy eljöttetek.